Ezt most köszönhetem a Dániel unokának, mert különben, ha ő nincs, nem tud kisegíteni, akkor én nekem ez nincs, nem tudom megvenni egyszerűen, sajnos, úgyhogy... Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, a címből is láthatjátok, hogy papa vett egy új motort, úgyhogy óriási a boldogság, el fogunk menni hozzá, bemutatjuk nektek a motort, ő is fog mondani pár dolgot, és hogy láthatjátok, nagyon nagy kupi van itt a sarokba, mivel a héten óriási pakolások lesznek, mivel megjön az ágy, amit vásároltam, és lassan el fog készülni a gamer sarok, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy így alakulnak a dolgok, live-okban is egyre többen vagyunk, úgyhogy most mehetünk a papához, mert rég láttátok, megmutatjuk nektek az új motort, biztos, aki szereti a motorokat, ő nagyon jó lesz megnézni neki ezt a videót, bízom benne. Aki meg nem tud róla semmit, mint például én, annak lehet, hogy egy kis tudás férkőzik a fejében, mert nekem nem árt, mert olyan buta vagyok a motorokhoz, hogy hihetetlen. Úgyhogy akkor mehetünk is. Na sziasztok, itt van velünk papa! Sziasztok, hello! Üdvözöllek benneteket! Nagyon rég láttak téged, mindenkinek kellemes jó napot! Nagyon rég láttak, papa, téged, már hiányoltok a kedves nézők. Igen, nagyon sok vagytok, köszönöm! És ugye nagyon boldog vagyok, hogy most erről csináltunk videót, mert ugye a papa megvásárolt egy motort, igen, amit be fogunk mutatni a kedves nézőknek, mert ugye a régi motorodat is akarták volna látni, de majdnem ugyanaz, nem? Ugyanaz az évjárat. Ugyanaz az évjárat, és csak sokkal jobban néz ki. Igen. És a papa vett múltkor szintetizátort is, és ha a papának ez a két dolog megvan, akkor ő boldog. Igen. És, igen? Bocsánat. A lényeg az neki, hogy ugye ugyanolyan évjáratú és 75-ös évjáratú, és annyi, ahány éves házasok vagyunk a szülében. De jó! De jó, és milyen motor ez, papám? Ez Simpson Star. Simpson Star motor. Ez 75-ös? Ez 75-ös. Asztó, de durva. Ja igen, és a papának van egy nagyon jó pólója, amit tőlünk kapott. Hogy nyugi, csak nyugi, majd a papa megszerel, mert mindent megszerel. Most már sajnos nem mindent. De nem baj, de még amit kell, mert most például a zöld hátteret a mamával fogják megcsinálni az új stúdióhoz. Úgyhogy nagyon szuper lesz, ezt láthatjátok majd, reméljük már héten, mert hónap is jön a papa felrakni a zöld hátteret, meg minden a falra. És ma be fogjuk mutatni a motort, beindítja a papa, de először szeretnénk arról beszélni, hogy ugye a múltkori videóban említettük nektek a motorblokkot, és hát sajnos a papát átverték az interneten. Ezt elmesélt papám? Igen, elmesélem. Tehát nézegettem az interneten, hogy hol lehet, hol vannak eladó motorblokkok, vagy ki foglalkozik ilyesmi. Debrecenből volt egy motorblokk, fölhívtam az illetőt, mondom neki, nekem kellene egy motorblokk. Igen, mondta is, hogy mennyi, hány ezer forint, tehát elég, hát megmondom őszintén, a postaköltsége együtt 50 ezer forintomba került. Meg is jött a motorblokk, szétszedem. Nézem, na, furcsa volt, mondom, mert ugye mindig, amikor veszek valami ilyen dolgokat, akkor mindig csavarokat, hengerfej csavarokat húzgáltam meg. Az egyik hengerfej csavar már, nézem, hogy a felébe, mondom, jön kifelé belőle. Meg volt lapítva a hengerfej csavar, bele volt verve valaki, el volt fordítva, egy kicsit észrevesztük, hogy csavarra ráhúzták, és aztán fölhívtam az illetőt, mondom, hát csak az első hiba volt, fölhívtam az illetőt, mondom, hát ne haragudj, barátom, valami nem stíval blokkal, mondom, hát itt hiányosságok van, hogy minden, mondom, hát három csavar fogja csak a nejét. Azt mondja, miért? Hát elmegy az három csavarra is. Hát mondom, az ő agya. Hát persze, az elmegy, mert már is ment szerintem. De Debrecen egy gyerek, nem baj, különben majd... Majd az élet visszajön neki, pénzt se akart visszaküldeni, utána ki is kapcsolta a telefon. Nem is lehet már felsírni, hogy... ez egy egyszer hívhatós telefon volt, meg egyszer beszélhetős ilyen, akármi, mert a következő számot hívtam, akkor már a barátnője vette fel, az meg az ő telefonja volt, úgyhogy az is le voltam tiltva, úgyhogy most már nincsen semmi se. Sajnos nagyon sokan van, árulnak olyan dolgot az interneten, ami nem úgy van, sokan elkérnek, úgyhogy ez az a tanulság belőle, hogy tényleg ti is járjatok utána, hogy kitől vásároltok, ugye interneten tényleg az ilyen hirdetéseket nagyon utána kell járni. Úgyhogy papa, most kivegyünk, megnézzük a motort, elmondod, hogy mit kell tudni róla, mert én mondtam a nézőknek, hogy én nagyon buta vagyok hozzá, hogy van hány sebességes ilyenek, hogyha esetleg elmondanád, és papám, ugye most lesz a születésnapod, ugye? Igen. Hanyadikán? Ez február 24-e. Február 24-e. 65 éves. 65, de jó! Na papám, úgyhogy
Azt tudni kell, hogy a nézőknek én még nem mondtam, de ugye, hogy én adtam kölcsönpénzt nekem. Igen, igen, igen. Örülök neki! Úgyhogy a motorra. Mert nem volt köszönetnek ilyen zseton. Nagyon köszönöm. Úgyhogy papám, a szülőnapod alkalmából 10 000 forinttal kevesebbet kell majd visszafizetnem. Jó? Úgyhogy ez a születésnapi ajándékod. Úgyhogy 10 000 forinttal kevesebbet kell visszafizetni, kamatmentes, jó? Úgyhogy most pedig megmutatjuk a motort a papával. Kimegyünk a teraszra és ottan megmutatjuk. Itt a gépezet. Itt a technika. Igen, amit meg sikerült vennem. És remélem, hogy jó cél szolgál majd. Mert ezek a motorok gyakorlatilag elmennek 55 centisek. 49, valamennyi, nem tudom pontosan mennyi. És ez 3 sebességes. És ezeket gyakorlatilag kényszer léghűtéses, és ezzel el lehet menni gyakorlatilag elég messzire, tehát ha egyessel megyek, akkor sem melegszik túl, mert gyakorlatilag hűti a ventilátor, ott be van beépített ventilátor, úgyhogy ez egy nagyon jó eltalált technika, és elég jó megy, és amilyen gyorsan megy, lehet vele menni, hát az elmegy 60-65-öt, hogyha hát ő van kicsit tuningolva, vagy valamit, akkor előre az ember tesz egy kicsit nagyobb fogaskereket, akkor hát gyakorlatilag gyorsabban megy, ha még egyáltalán, ha van benne erő. Most megpróbálom beindítani. Jó, indítsd be, papám. Milyen hangja van? Na, hallgassuk. Ráhúzzuk a szivatót. Nagyon jó, papám, és ő 60-65-tel megy, azt mondtad, és mennyi teszik egy ilyen motor? Hát ez 100 km-re 2-2,5 liter. Nem olyan nagyon sok gyakorlatilag. Mondjuk rá ez köves útra számolva, de terepen mondjuk rá 3-3,5 felett megy. Attól függ, hogy milyen a homokos, és az ember nem tud menni gyorsan vele, akkor gond van, mert akkor természetesen többet zabál, mert a megtett út nem azonos a fogyasztása. Aha, nagyon szuper, jó van, nagyon jó néz ki, és 1975-ös, durva. Igen, mondod, annyi idős, amennyi házasok vagyunk, és ezek még mindig mennek, úgyhogy. Nagyon szuper. Ezek a technikák, és ezt most köszönhetem a Dániel unokának, mert különben, ha ő nincs, nem tud kisegíteni, akkor én nekem ez nincs, nem tudom megvenni egyszerűen, sajnos, úgyhogy nem, ez nem titok, vagy valamit, én nekem az embernek csak a nyugdíja van, más semmi, úgyhogy. Igen. Hát, az emberségem az megmarad. Így van, abból van ez a legfontosabb. Tudok adni kölcsön is bárkinek, nem kölcsön, oda is adom neki az emberséget. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy a papának sikerült megvásárolni ezt a motort, akkor születésnapi ajándékod adom. Megvan, a 10-es megvan. 10 000 forint. Annyival több benzinre jut. Nagyon boldog vagyok, remélem papám, te is nagyon örülsz. Élvez még nagyon sokáig. Köszönöm. Az életet és a motorozást. Még legalább szépen. Egy 40 évig, jó? Hát, akkor már leszek 105 éves, az nagyon jó lesz neked. Azért mondom. Úgyhogy köszönöm szépen, papám, hogy megint elvállaltad a videót. Reméljük a nézők is örülnek. Van tanulsága is a videónak, és bemutattuk nektek így ezt van. A motort. Jó hangja van, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, és legyen folytatás a papával, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Sziasztok! Hello. Köszönöm, hogy nektek is, mert különben ti nem volnátok, akkor én se, ez se volt. Így van, így van. Köszönjük. Sziasztok! Hello. Sziasztok!